A kormány egyik legfontosabb társadalompolitikai célkitűzése volt a kormányablakok kialakítása, közölte Horváth Imre László, a kormányablakokért felelős helyettes államtitkárság osztályvezetője a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei államigazgatási kollégium nyíregyházi ülésén. Ahhoz, hogy mindenki számára elérhető legyen a szolgáltatása, komplex akadálymentesítés is megvalósult az intézményeknél, így mozgás, hallás és látáskárosultak is könnyedén intézhetik ügyeiket. 590 millió forintunk állt rendelkezésre a kormányablak projektre, ami két részből tevődik össze. Ez egyik része Európai Uniós forrás, ez több mint 310 millió forint, ez az akadálymentesítési feladatokat szolgálta, és az ezt kiegészítő forrást pedig a magyar költségvetésből a kormány biztosította. A kormányablakainkból már csak a Záhonyi nem került átadásra, és így 21 kormányablak áll a ügyfelek rendelkezésére. A kormányablakok kialakításánál fontos volt, hogy országosan egyforma arculatot kapjanak az intézmények, a duális feladat struktúrát pedig egységes, hivatali struktúrára váltsák. Az ügyfélszolgálat januártól már 625 ügykörben járhat el, ennek érdekében országszerte közel 7300 munkatárs szakirányú továbbképzésen vett részt. December 31-ig országszerte összesen 240 kormányablak működik majd, Nyíregyházán a tervek szerint a harmadik intézményt a vasútállomáson alakítják ki.